Romantikus elvágyódás címmel rendezte meg a Filharmónia Magyarország Kft. A Kodály Bérlet évadbeli első előadását Kecskeméten, a Hírös Agóra Kulturális Központ színház termében. Az esten a Liszt Ferenc Kamarazenekar lépett fel Hugo Wolf, Robert Schumann és Piotr Iljics Csajkovszki egy-egy művével. A szólista Várdai István Gordonka művész, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti vezetője volt. A Kodály Bérleti Hangverseny elején Szamosi Szabolcs orgonaművész, a sorozatot meghirdető Filharmónia Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója mondott rövid bevezetőt. Fantasztikus koncertek vannak mögöttünk a városban, a nyáron, a templomokban, az orgona koncertek, az orgonák éjszakája, ahol megtapasztalhattuk, hogy milyen hatalmas az érdeklődés a kecskemétiek részéről a magas minőségű kultúra iránt, még olykor 3-4 koncerten is egymás után. És most itt a bérletben találkozhatunk, ami azt gondolom megmutatja önöknek, hogy nem kell elmenni Budapestre azért, hogy különlegességeket, világsztárokat láthassanak, hallhassanak Kecskeméten. A koncerten elsőként Hugo Wolf olasz szerenádja hangzott el a Liszt Ferenc Kamarazenekar tolmácsolásában. A szerző az eredetileg 1887-ben vonós négyesnek írt darabot 1890-től kezdődően emlegette olasz szerenádként. A mindössze 2 nap alatt komponált mű József Eichendorff egy naplopó életéből című elbeszélésének hatására íródott. A mű főhőse egy csavargó hegedűs, útja során Olaszországba vetődik, ahol végig álmodozza a nyári éjszakákat. Az éjszakon született mű címében tehát korántsem véletlen az itáliai asszociáció. A második műsorszám Robert Schumann ámol cselló versenye volt, amelyben a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólistája, az együttes művészeti vezetője, a világhírű Várdai István volt, varázslatos hangú, milliárdos értéket képviselő csellójával. Robert Schumann 1850-ben komponálta egyetlen cselló versenyét, amikor Dresdából Düsseldorfba költözött, ahol a városi zenekar karmestere lett. A cselló verseny első változatát első düsseldorfi vezénylésének napján fejezte be.
Amint egy 25 perces cellóverseny kéziratára Schumann nem a koncert, hanem a koncert Stück címet írta. Tény, hogy nem mindenben követte a klasszikus versenymű felépítést. Bár három tételes, de a tételek szünet nélkül egybe komponálva követik egymást. A mű különlegessége, hogy a szóló hangszer csak a harmadik tételben kap virtuóz kádenciát. Ebben a versenybűben a szólóhangszer kezelésében nem a virtuózitás dominál, hanem sokkal inkább az érzelem kifejezés. És Várdai István csellójátéka bővében volt az érzelem kifejezésnek. A csellóversenyt követően, mintegy az első rész ráadásaként, a zenekar eljátszotta még Robert Schumann Esti dal című, eredetileg zongora négykezesként megkomponált átiratát Várdai István szólójátékával. A hangverseny második felében Piotr Iljics Csajkovszki Firenzei Emlék című vonós szextetje hangzott el a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában. A műben talán az a legmeglepőbb, hogy a címe ellenére hiányoznak belőle az olaszos stílusjegyek. A zene sokkal inkább mutat oroszos, franciás és főként németes stílusjegyeket, igaz ugyanakkor érzelmes és szeszélyes, tehát olaszos jellegzetességeket is mutat. A Kodálybérlet következő előadására november 13-án kerül majd sor a híres Agórában. A műsorban a Nemzeti Filharmonikus Zenekar lép fel Vashegyi György vezényletével, Mozart és Haydn művekkel. A szólista Beresz Mihály zongoraművész lesz, aki Hummel ámol zongora versenyét adja elő.